Köszöntöm a Cikádor magazin nézőit, Gyimóth Éva vagyok. Biztonságos óvoda, ezt a címet kaphatta meg a bátaszéki intézmény, ugyanis az Országos Rendőrfőkapitányság, az Országos Baleset Megelőzési Bizottság a Közlekedés Tudományi Intézet közreműködésével indított pályázaton vett részt. A programon mindössze 10 intézmény kerülhetett be megyénként. Simon Csabáné, az óvoda vezetője úgy fogalmaz, fontos, hogy a gyerekek minél előbb megtanulják az általános közlekedési szabályokat. Ez egy stop tábla. Azért szükséges, hogy álljunk meg. Biztonságos óvoda címet nyert el a bátaszéki hagyományőrző óvoda. Simon Csabáné, az intézmény vezetője úgy fogalmaz, szeretnék, hogy a gyerekek már kiskorban elsajátítsák a közlekedés szabályait. Több gyerek jár kerékpárral, de az intézmény falai között is kapnak olyan eszközöket, például futóbiciklit, rollert vagy éppen társasjátékot, melynek segítségével több ismeretet szerezhetnek a forgalmi szabályokról. Azonban az Országos Baleset Megelőzési Bizottság a Közlekedés Tudományi Intézet közreműködésével létrehozott programjának köszönhetően felkészültebben több kellékkel tudják bővíteni a kicsik ismereteit. 2020 tavaszán lettünk figyelmesek erre a pályázati lehetőségre. Nagyon örültünk neki, hogy bekerülhettünk ebbe a programba. Ezáltal olyan módszertani segédletet, olyan oktatási anyagokat kaptunk, mely megvalósítása során a gyerekeket közelebb tudtuk hozni a biztonságos közlekedés szabályainak megismerésében. Két csoportunk, az oroszlán csoport meg a kutyus csoport óvodapedagógusai vállalkoztak erre a feladatra. A foglalkozások során a gyerekek megtanulták, hogy például hogyan kell szabályosan közlekedni a járdán, vagy átkelni az úttesten a zebrán, vagy akár a távolságot felmérni, vagy bizonyos táblák megismerésére volt alkalom, vagy tudatosult bennük, hogy a közlekedésben mit jelent a piros meg a zöld jelzőlámpa. A szülőket is bevontuk ebbe a projektbe, hiszen ők azok, akik elsődlegesen mintát adnak a gyerekek számára, abban, hogy egyáltalán a szabályok betartására való hajlandóságot sajátítsák el. Nagyon örülünk ennek a külső elismerésnek, ez már a második óvodánk számára. Úgy gondoljuk, hogy itt még nem fog megállni ez a folyamat. Szeretnénk belső tudás megosztás során a többi csoportnak is átadni, illetve szeretnénk, ha lehetőségünk lesz rá továbbvinni, továbbfejleszteni ezt a projektet. És hát ha elérünk egy bizonyos szintre, akkor a pedagógiai programunk részévé is válhat. Nem titkolt cél, hogy majd szeretnénk, itt az óvoda területén egy nagyon szép kis ligetes udvarunk van, ott majd egy kis közlekedésparkot létrehozni, egyelőre majd ideiglenesen, és hát a későbbiek során akkor ez nálunk maradhatna. Zolika jól be van öltözve? A biciklizéshez? Igen. Van rajta? Bukósisa? Van rajta? Tenyérvédő? Könyökvédő? Térdvédő? És van rajta még láthatósági mellény is. A Tolna megyei Baleset Megelőzési Bizottság ügyvezető elnöke azt mondja, a biztonságos óvoda program célja az óvodások közlekedésre való felkészítésének elősegítése, amely jó alapot nyújt majd a jogosítvány megszerzéséhez is. Gyakorlatilag ez az Országos Baleset Megelőzési Bizottság és a Közlekedési Tudomány Intézetnek egy közös projektje, ami azt jelenti, hogy az óvodás kortól megpróbáljuk a közlekedésre nevelést, és ebben van egy olyan pályázati lehetőség, ahol óvodák pályázhatnak, és ez alapján gyakorlatilag két óvoda pedagógust felkészítésben részesül, akik majd az óvodán belül a közlekedés nevelésre utaló magatartásokat megtanítják. Nyilván itt a kisebb, legkisebb korosztályról beszélünk, aki a közlekedésre részt vesz, főként a gyalogos, kerékpáros közlekedés szabályai. Ez azért is fontos, mert ugye, ha gyerekkorban elkezdjük a közlekedésre nevelést, akkor nyilván már amire eljutunk egy jogosítvány megszerzéshez, legyen segédmotoros, kerékpáros vezetőengedély, vagy egy járművezető engedély személyképkocsira, akkor már egy megfelelő alapszinttel kerül oda, és gyakorlatilag így elkerülhetők már
véleményünk szerint a gyerek meg balesetek is. Hál' Istennek Tolna megyében ez nem jellemző, hogy gyerekeket ütnének el. Közel 20 millió forintos beruházást fejeztek be a bátaszéki II. Géza gimnáziumban. A 2009-es nagy felújítás során az iskola ezen szárnyát nem korszerűsítették. Most a szekszárdi tankerületi központ biztosította a forrást a beruházáshoz. Ilyen volt, és ilyen lett a bátaszéki II. Géza gimnázium 50 éves épületszárnyának tetőszerkezete. 2009-ben újították fel az iskola majdnem teljes területét, akkor ez az emeleti rész kimaradt. Tudnunk kell, hogy valamikor az 1970-es évektől, amikor ezt az emelet ráépítést elvégezték, akkor ez volt a bátaszéki gimnázium menzája. Amikor elkészült 2009-ben az új multifunkcionális közösségi tér, ahol az étkező is helyet kapott, akkor viszont ez a hely felszabadult, és ezzel a koporsótetős megoldással tökéletesen alkalmas volt arra, hogy egy informatika termet rendezzünk be. Viszont ennek a felújítása, ez nem fért bele 2009-ben már a keretbe. Azonban már elengedhetetlen volt a tetőtér felújítása, így a szekszárdi tankerületi központ forrást biztosított a beruházáshoz, közel 20 millió forinttal támogatták a projektet. Ebben az intézményben valóban ez volt az az egyetlen neuralgikus pont, ahol nagyon nagy szükség volt a felújításra, hiszen itt a tetőbe is ázott, nem volt rendes szigetelés a tetőn, és ez nagyon nagy problémát jelenthet, hiszen nyáron ebben a tetőtéri részben nyáron nagyon meleg volt, télen pedig nagyon-nagyon hideg volt. És hát ezért is volt szükség a teljes felújításra, amely magában foglalta a tetőcseréjét, a szigetelést és a teljes belső átalakítást, kialakítást. Berendezésileg nem történt változás, de a teljes tetőt leszették, a új cserepet kapott, tehát új külső fedést kapott az épületnek ez a része. A födém és a belső felület között egy nagyon vastag hőszigetelő anyagot helyeztek el, majd pedig egy ilyen gipszkartonos megoldással leszedve a régi nádpadlós megoldást, egy ilyen szép gipszkartonos megoldással történt a teremnek a kialakítása. Ebben az új kialakításban még helyet kapott a felújított világítás is. Ugye a régi lámpatestek azok egyrészt korszerűtlenek voltak, másrészt belógtak a belső térbe, és ezzel is szűkítették tulajdonképpen a belső felületet. Én azt gondolom, hogy ezzel egy nagyon esztétikus és egy nagyon szép és hát nagyon praktikus informatika termet, és ugye mellette pedig egy ugyanilyen módon felújított büfét is kaptunk. A munkálatokat november végén, december elején kezdték el. A héten befejeződnek az utolsó simítások, és indulhat az informatika oktatás megszokott helyén. Van még vissza kisebb, például a tűzjelzőknek a felhelyezése még vissza is van, tehát ez a munkálat, illetve a rendszergazdáink folyamatosan kötik be a gépeket. Ez egyébként egy 30 gyermek foglalkoztatására alkalmas terem, tehát a legnagyobb osztályok is le tudnak egyszerre ülni, amikor informatika órájuk van. Az igazgató elmondta, hogy február 1-től a 7. és 8. osztályos diákok birtokba veszik a tantermet, és reméli, hogy hamarosan a többi évfolyam is élvezheti majd a felújított épületrészt. A vasút történetének felkutatásában segítenek a bátaszéki Keresztély Gyula városi könyvtár munkatársai. Jelentős összekötő pont volt a helyi vasútállomás, különösen az egykora várost Péccsel összekötő vasútvonal. Bár napjainkban már nem üzemel, emlékét, történetét többen is szeretnék megőrizni. Ehhez nyújtanak segítséget a könyvtár dolgozói. Kutatás kezdődött Bátaszéken. Az egykor Pécs és Bátaszék közötti 68 km hosszú vasútvonal emlékeit kezdte összegyűjteni egy Baranya megyei férfi. Ennek okán kért segítséget a helyi Keresztély Gyula városi könyvtár munkatársaitól, akik szívesen csatlakoztak a feltáráshoz. Palota Bozsokon egy fiatalember elhatározta, hogy alapít egy egyesületet, és akkor az a céljuk, hogy ők a
vasútvonal történetének a meglévő emlékeit, amik még fellelhetőek, ők azt szeretnék összegyűjteni, és ugye mivel Bátaszék érintett, ugye az egyik végállomása volt ennek a történetnek, így Bátaszék is megkeresésre került, hogy amennyiben tudunk, ebben nekik segítsünk. Ugye most ez a kérés átkerült a könyvtárhoz, és a könyvtárban ugye alapvetően, hát mivel dolgozunk, egy csomó könyvvel, és örömmel mondtam a fiatalembernek, hogy egész biztos, hogy ha más nem, írásos anyagot biztosan tudunk, mert annak idején, sok évvel ezelőtt, ez 20-30 évről beszélhetünk, megjelent egy füzetsorozat például az én Bátaszékem, amelyben nagyon sokan visszaemlékeztek a vasúttal kapcsolatos történeteikre, hogy akár ők vasúti dolgozók voltak, vagy csak hogy milyen élmény volt nekik. Azért azt tudni kell, hogy amikor ment lefelé Bátaszékről Pécsre a vonat, akkor az egy elég hosszú út volt, sok mindenre volt lehetőség, ráadásul egy csodálatos tájon keresztül megy lefelé, vagy ment lefelé sajnos. És ugye az embereknek ez élmény volt, hát régen mivel közlekedtek? Leginkább nyilván vasúttal. Na most ez a vasútvonal 1911-ben került átadásra, és már az átadását megelőzően, hát ugye lobbiztak annak idején is azért, hogy ez egy általán megépítésre kerüljön, és ha most megengeditek, akkor én szeretnék ezzel kapcsolatban egy nagyon régi dokumentumból felolvasni, ez pedig nem más, mint megjelent anno 1903-ban, 1904-ben egy úgynevezett Bátaszék és Sárköz című folyóirat, ami ilyen hatalmas nagy lapokból állt, és ehhez mi adomány útján hozzájutottunk, ezt féltett kincsként őrizzük, mert ugye a helytörténeti szempontból nagyon fontos. Na most ennek kapcsán, hogy ez a vasútvonal érintett, és ugye itt fel kellene kutassuk, hogy mik azok az emlékek, amik nekünk fontosak ebből a szempontból. Nagy örömömre én megtaláltam, hogy 1904-ben megjelenik ez a bizonyos újságcikk ebben a Bátaszéki helyi újságban, hogy miként is lobbiznak annak idején, hogy legyen ebből egy vasútvonal. A Bátaszék-Pécsi vasút. Pécs város küldöttsége folyóhó 15-én, 1904-ről beszélünk, tisztelgett a miniszterelnöknél és a kereskedelmi miniszternél, hogy a kormánynál a Baja-Bátaszéki Dunai áthidalással kapcsolatosan a Bátaszék-Pécsi vasút kiépítését szorgalmazza. A memorandum végül hadászati szempontból és Pécs város speciális érdekeiről tevén említést a kormányt arra kéri, hogy a Bátaszék-Pécsi fővonal kiépítését célzó törvényjavaslatot az országgyűlés képviselőháza elé terjeszteni szíveskedjék. Ebből a folyóiratból egyrészt meg is szűnt, másrészt meg nincs több a birtokunkban, mert valóban érdekes lett volna, hogyha ennek látjuk az egész történetét addig, amíg ténylegesen felépítik, megvalósul, és ugye átadásra kerül, de hát ez már nem. Ma már csak arról tudunk beszélni, hogy ugye ezekben a bizonyos kis füzetecskékben azok, akik annak idején érintettek voltak benne, és számukra ez valóban fontos volt, ők erről megemlékezést írnak. És van itt még egy nagyon érdekes könyv, ezt mi nagyon szeretjük, ez a 12 füstös ember. Ebben nem kimondottan ez a vasútvonal szerepel, hanem általában Magyarország vasút történetéhez kapcsolódó nagyon fontos dokumentum, de ugye Bátaszék egy nagyon komoly vasúti csomópont volt, és ezt tudni kell, hogy Bátaszéken nagyon-nagyon sok vasutas generáció volt. Tehát ahol apa, fia, ugye a vasut az egy állami állás volt, jól fizető, bár itt az egyik visszaemlékezésben, amit éppen ma olvastam, érdekes volt, hogy a Somogy megyéből ide települt család, a lányuk, aki annak idején aztán majd ő is a vasúthoz kerül, hogy elmondja, hogy hát bizony ők úgy éltek annak idején, hogy mivel a vasut az egy ilyen mozgó munkahely volt, akkor hogyha úgy hozta a szükség, akkor áttelepítették őket egyik országrészből a másikba, és ez történt akkor is, amikor ugye ez a vasútvonal átadásra került, mert fel kellett tölteni az állásokat például. A könyvtár vezetője azt mondja, jelentős forgalommal bírt annak idején az említett vasútvonal. Ezért reménykedik abban, hogy akár a bátaszéki lakosok relikviái között is felelhető néhány a vasútvonallal kapcsolatos emlék. Egyébként tényleg érdekes, hogy kinek mi ragad meg a múltjával kapcsolatban az emlékezetében, hogy mi az, amit fontosnak tart, azért a vasút elég sok helyen ott van. Pontosan azért, mert egyrészt vasutas dinasztiákról beszélünk, és ugye, ahogy említettem is, Bátaszék nagyon fontos vasúti csomópont volt.
ugye ment Budapest felé, Szekszárdnak, ment Bajára, ment Dombóvárnak és ment Pécsnek. Ez négy irány, egyetlen egy is. Például, ha azt mondom, hogy akár még a 80-as években is, talán még egy kicsit a 90-es évekről is beszélhetünk, tehát nagyon nagy átmenő forgalma volt, és ugye akkor most nem is beszélünk csak a személyszállításról, a teherszállításról ne is beszéljünk, mert az egy külön kategória volt. Tehát itt rengeteg tehervonat ment keresztül, ugye átrakodó állomás volt. Tehát ezek mind jelentőséggel bírnak ma már sajnos. Ma már csak az emlékeit tudjuk esetleg. Ha szerencsénk van, meg fogjuk találni. Kiment egy felhívás a lakosság felé, hogy akinek bármiféle indítatása van arra, hogy ebben a munkában nekünk a segítségünkre tud tenni. Ez egyébként azért is fontos, mert egyébként is folyik egyfajta értékmentő munka, ami a település múltjával kapcsolatos. Tehát ez is annak egy bizonyos része. És ez jó lenne számunkra is, hogyha valóban megőrződne, és nem beszélve arról, hogy Bátaszéknek egy csodálatosan szép vasútállomása van. Egy fiatalemberhez látogatunk el a következő percekben. 20 évesen eltökélt szándéka, hogy a világ élvonalába kerüljön egy sportágban, melybe a legerősebbek küzdenek kilókkal, a tárgyakkal és egymással. Trencsényi Patrik ma még amatőr, de hite és kitartása is megvan ahhoz, hogy nemzetközi szintű versenyzővé váljon. A traktorkerék forgatása az erős embersport egyik versenyszáma. Trencsényi Patrikék házának udvarán van belőle néhány, ez is, mint a külön az edzés céljára készített vaskeret, vagy a poroló formájú akadály, amin kőgolyót kell átemelni, a felkészítést szolgálja. Patrik eltökélt a tekintetben, profi erős ember lesz. Igazából mezőgazdasági családból származok, tehát a munka által is, már fiatalon is erős voltam, és 14 évesen láttam a tévében egy erős ember versenyt, az fogott meg igazán ebben a sportban, és akkor utána kezdtem el edzeni. Itthon volt a garázsomban a súlyok, rúd és súlytárcsákkal kezdtem, utána konditeremben edzettem, és 18 évesen szereztem be erős ember eszközöket, utána azokkal is edzettem. 3 éve kezdtem versenyezni, eddig körülbelül 20 versenyen vettem részt. Az Erős Emberek Társasága szerte a világban egy különleges klub. A résztvevők igazából nagy barátságokat ápolnak egymással, miközben zajlik a virtuskodás. Aki erre adja a fejét, annak az egész életét, életmódját meghatározza ez a sport. Sokkal többet kell lenni, mint egy átlagos ember, és minőségi ételeket, rengeteg húst, rengeteg rizsát, mindent kell lenni, és rengeteg edzés kell hozzá, tehát napi 3-4 óra legalább, szinte minden nap. Húsból van, jó napom van, ilyen 1,5 kilót is megeszek. Például rizsával, zöldségekkel általában sokat. Konkrétan nincsen, hogy most nincs meg előre, hogy ez nap ezt fogom csinálni, hanem úgy, amit érzek igazából, és általában egy úgymond izomcsoportra egy gyakorlatot egyszer vagy maximum kétszer végzek egy héten. És hogy mi Patrik célja? Mint minden más sportolónak. Hát a sportnak a csúcsát, a világ legerősebb embere címet, illetve Arnold Classic győzelmet, ami az erős ember sportnak a csúcs eseményei. Na és ehhez mi kell? Kitartás, szorgalom, alázat. Ez a három a legfontosabb. A szamárlétrát végig kell járni. Ebben a sportban is így van, tehát amatőr szinten, teljesen amatőrön kezdtem, falunapokon kezdtem el versenyezni. Onnan jutottam el odáig, hogy most már profi szintű versenyekre is tudok menni, Magyarországon profi szintűre. És igazából, ha itt sikerül nagyobb eredményeket elérnem, akkor mehetek külföldi versenyekre is. Világviszonylathoz képest annyira nem nagyon erősek a fiúk, de például olyan röngnyomást, meg olyan gyakorlatokat, ami az átlag embernek nagyon nagy. Tehát az átlag szinthez képest nagyon erősek a fiúk, de világviszonylatban viszont annyira nem. Most állok ennek a küszöbén, hogy a profi szintben ugye be tudjak futni az amatőrből. Igazából ugyanúgy edzek, mint előtte, de sokkal keményebben, sokkal intenzívebben és sokkal kitartóbban. Inkább Angliában és Amerikában lehetne ebben jobban érvényesülni.
Irány Amerika, mondja Patrik, aki azt is elárulja, az igazi profik már hozzányúlnak mesterséges erősítő szerekhez. Azon a szinten már erre is szükség van. Ő egyelőre még a normál étkezés mellett tette le a voksát, hiszen még csak 20 éves. A nagyok 30 körül érik el a csúcsot, ebből következően neki van még ideje. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!